Kiskumasán, ha nyílik egy új virágüzlet, vagy nyílik egy új ruhabolt, akkor arra már nem kapjuk fel a fejünket, talán szokványos. De múlt héten szembe jött velünk egy hirdetés, hogy Kiskumasán tetováló szalon, egy tetováló üzlet nyílt. Sok szeretettel köszöntöm az üzletvezetőt, Bújdos Honorácia. Szervusz, Gábor. Első kérdésem, hogy honnan jött neked ez a szerelem, hiszen gondolom ez egy olyan szakma, amit csak úgy lehet csinálni, hogyha valaki szerelmes belé és tényleg szívvel lélekkel csinálja. Honnan jött neked az ötlet, hogy te tetoválással foglalkozz? Művészeti iskolába jártam, és miután leérettségiztem, hennát kezdtem el festeni különböző rendezvényeken, és pozitív visszajelzéseket kaptam mind a vendégeimtől, mind pedig a közönségtől, és egész egyszerűen adódott egy lehetőség, egy kedves ismerősön keresztül egy tetováló szalonban tudtam tanulni Budapesten. A szakma rejtélyeit, fortéjait kipróbálhattam, elsajátíthattam, és utána saját magamat képeztem tovább. Egyből adódik a kérdés, hogy ez egy elég végleges mű, amit készítenek a tetováló mesterek. Ha egyszer az oda van, az ott is van, oda van rajzol, ott is van. Tehát, hogy bementél egy szalonba, és ott oké, volt egy mestered, de egyből húsvér emberen lehetett gyakorlatoznod? Vagy én azt gondolnám, hogy van, hogy először ilyen disznóbőrön, vagy valamin, vagy először, tehát, hogy vagy adtak a kezedbe egy eszközt, és akkor na itt van, ez a te feladatod, és így kezdted. Először én is a disznóbőrös megoldást alkalmaztam, igen, tehát féltem volna élőszöveten kipróbálni a technikát, de a mesterem elmagyarázta, hogy miért is fontos igazából, hogy élő emberen gyakoroljon az ember, mert nagyon fontos, hogyan reagál az élőszövet. Tehát hogyan vérzik, mennyire mélyen kerül bele a festék, mikor van jól benne a festék, illetve meddig megy ez a tű, hogyan gyógyul. A bőrnek a reakcióiból tanul az ember folyamatosan. És volt szerencsém az ő munkáiba beledolgozni, így ki tudtam próbálni, milyen a kontúrozás, a satírozás, a színezés, stb. És évek tapasztalatai kell ahhoz, hogy az ember igazán elsajátítsa ezt a szakmát, és otthon legyen benne. Akkor mesélj nekünk arról, hogy te merre jártál, hol szereztél tapasztalatokat a nagyvilágban? Miután beavattak a szakmába, azt kell mondanom, barátokon, ismerősökön gyakorolgattam, kaptam egy lehetőséget, Majorkára utaztam ki, és ott igaz, hogy nem tetováló szalonban dolgoztam, de képeket festettem, és művész piacokon árultam őket, és később Magyarországon kezdtem el dolgozni, majd egy ismerősön keresztül Berlinbe kerültem. Ott is egy szalonban dolgoztam, egy kisebb szalonban, aztán adódott egy lehetőség Svájcban, Zürichben éltem és Bázelben, majd Münchenbe költöztem, és ott 5 évig dolgoztam München egyik leghíresebb stúdiójában, a Tempel Münchenben. Nagy művészektől, világhíres művészektől tanultam sok mindent, amit kamatoztathatok. És ezután jött a Kiskumasi szalon? Vagy még azért eltelt pár év? A koronavírus közrejátszott a hazaköltözésem történetében. Úgy döntöttem, hogy jó lesz nekem Magyarországon is. Hogy meséljek-e róla, hogy kerültem ide Kiskunmajsára, vagy ez annyira persze, nem érdekes. Természetesen, hát van majsai kötődésed, hiszen a párod, ha jól tudom, Kiskunmajsai. Igen. Anyukám 7 éve itt él Kiskunmajsán, férjhez ment, és kint a zárt kertekben építettek egy házat, és mellettük egy kis tanyát megvettem én is, és
így de sodort az élet, így ismertem meg a páromat is, aki Kiskunmajsa a világ közepe. Kiskunmajsa lett a világ közepe, így van. Utazgattam ki Regensburgba tetoválni, de aztán annyi felkérésem lett itthon is, hogy úgy döntöttem, hogy akkor önállóan nyitok egy stúdiót, és akkor várom szeretettel Majsát és környékén élőket. Hát Kiskunmajsán tetováló szalon nyílt. Atya ég, hova lesz a világ? Tele lesz Kiskunmajsa rossz arcú, agyon vart emberekkel. Küzdesz ezzel a sztereotípiával, hogy a tetoválás az így meghatároz az embert. Ugye a motorosok azok borzasztóak általában az emberek szemében, a tetovált emberek megint csak, ugye ez rossz arcok. Na most a tetovált motoros a legrosszabb. Tehát, hogy ezek a sztereotípiák itt Magyarországon szerintem még mindig nagyon élnek. Gondolom külföldön már máshogy fogadják el. Tényleg csak a rossz arcok tetoválnak? Tetováltatnak? Ez egyáltalán nem így van. Ugye. Tehát illegális volt a tetoválás a 19. és a 20. század elején, ezért börtön viselt emberek egymás közt tetováltak, így összekötötték ezzel a hétköznapi emberek a bűnözéssel és mindenféle alvilági dologgal. Később már magasabb egzisztenciájú körökben is elnépszerűsödött ez a fajta önkifejezési forma. Most már egészen hétköznapi, úgy gondolom. Korábban is egy úgynevezett beavatási szertartásként volt jelen törzsek kultúrájában, ugye Polinéziában, vagy akár a jakuzáknál is. Egy-egy életszakaszt pecsételtek meg ezzel, akár a gyermekből felnőtté válás, férfivá válás, nővé válás, anyává válás, és ezeknek a sorozata, hogy egy-egy életszakasz lezárása és valaminek az újrakezdése ezt szimbolizálja. Gyakran ma is nagyon sok vendégem, aki jön, elmeséli, hogy mit jelent neki ez a motívum, amit szeretne akár megterveztetni, vagy akár készen hozza, és minden egyes esetben egy jelentőséggel bír. Nagyon sok esetben használták régen ugye vallási meggyőződésre, vagy vallási meggyőződésből tetováltattak, vagy ugye a beavatási szertartások, amit említettem, illetve gyógyászati célra is használták, tehát voltak megadott szimbólumok, amiket bizonyos törzsek magukra varrattak, vagy az ókori Egyiptomban is, például Mezopotámiában is megtalálható már a tetoválás évezredekkel ezelőtt visszanyúló múltra. Egy valamire való akciófilmet akarok forgatni, akkor a rossz karakternek minimum van 4 tetoválása a fején, meg a hátán. Tehát aki tetovált, arról könnyebb elhitetni, hogy ő lesz majd a rossz fiú. Tehát valamiért a jó fiúkon sosincs tetoválás, és ezt így már a filmekben ezt látják az emberek, és szerintem még mindig innen van ez. Találkoztam egy sorozattal, tetováló művészek, vagy valami ilyesmi volt, több évados sorozat volt, nem magyar sorozat volt, és az a rengeteg stílus, ahogy lehet tetoválni, az a rengeteg eszköz, az az óriási kreativitás, ami kell egy tetoválónak a fejében lenni. Tehát eszméletlen, hogy mit kell tudnotok ahhoz, hogy tényleg szép legyen a tetoválás. Neked milyen a stílusod, milyen tetoválásokat szeretsz a legjobban elkészíteni? Gondolom, hogy rengeteg féleképpen keresnek meg, és mindent megcsinálsz, de mi az, ami te vagy? Többféle technikát kipróbáltam már, azt kell mondjam, hogy majdhogy nem az összeset, ami létezik, és ha megrendelik, megkérik, hogy csináljam meg, akkor természetesen a vendég az első, és teljesítem a kívánságát. De talán számomra a legkedveltebb tetoválások az absztrakt, grafikus témák, amikben egy kicsit én is szabad kezet kaphatok. Tehát van egy alapötlet, de azért te is tervezhetsz még abban a tetoválásban? Tehát hozzárakhatsz? A megrendelőtől függ, hogy mennyire ad nekem szabad kezet természetesen, vagy mennyire konkrét az ötlet.
de elég sokszor kapok szerencsére olyan felkérést, amiben azért belerakhatom az én saját elképzelésemet, vagy stílust, de általában mindig egy adott karakterre formálom, vagy adott témát kell, hogy megfogalmazzak. Mi volt a legnagyobb tetoválás, amit készítettél? Kóprodukció volt egy híres tetoválóval. Egy body suite-nek hívják, amikor bokától nyakig mindenhol ki van tetoválva valaki, igen. És én a lábakat és a kezek karokat kaptam meg. Meg kell kérdeznem, melyik volt a legextrémebb terület, ahova tetováltál? Hát a intim tetoválás nem vállaltam. Volt már felkérés. De valakinek a fenekét kellett? A fenekét már tetováltam több alkalommal is. Tudom, hogy... Igen, igen, a fenékre már tetováltam. Neked mi volt az első, látom, hogy vannak tetkóid. Igen. Mi volt az első tetoválásod, és ezt hány évesen varrottad magadra? Én vartam magamnak, 25 éves voltam, addig nem is volt tetoválásom, az Om Mani Padme Hum mantra tibeti nyelven ide került a belső karomra, az volt az első tetoválásom, aztán egy Sívát tetováltam magamnak az oldalamra, tükörből fejjel lefelé. Most ezen gondolom, ott mutatod? Igen, ott is van? Itt van. És jobb kézzel? Hát így fogtam ugye az oldalamat, és tükörből feszíteni kell a bőrt az egyik kézzel, a másik kézzel pedig tetoválni. Hát aki már próbált tükörből valamit is csinálni, az agyat teljesen megbolondítja, hogy tükörképet látsz. Persze, hogy másfele mozog, tehát egy inget is nehéz begombolni tükörből nézve. Te meg tetoválást csináltál magadra. Igen. Hány tetkód van? Nem számoltam. Vannak kisebbek is, nagyobbak is, de szerintem 6 éve nem készült rám új tetoválás. Abban a világban élünk, hogy ha valamiből minőséget és jót akarunk, akkor szét se nézünk a saját településünkön, hanem egyből vagy Szegedre megyünk, vagy Budapestre, vagy Pécsre, vagy nagy városokba, mert biztos csak ott van jó minőség. Szerinted miért érdemes hozzád bemenni? Te is tudsz olyan minőséget, mint nagyvárosokban? Összefüggésben van ez, vagy nincs? Úgy gondolom, hogy a szakmai tapasztalatom, ha valaki megnézi a munkáimat is, magáért beszél. Láttam már ezt, azt a világban megfordultam itt-ott, és azt hiszem, hogy bizalommal fordulnak hozzám az emberek, akkor... ugyanúgy bizalmat kapnak, és be kell jönni, meg kell nézni a munkáimat, szerintem az is sokat elárul, de igazából egy személyes elbeszélgetés után mindenki le tudja szűrni, hogy szívesen feküdne a kezem alá, vagy sem, vagy bízná rá az ötletét, vagy a testét az adott tetoválóra, vagy az illetőre. Mennyire számít a személyiséged egy ilyen munka elvállalásánál? Tehát oké, a munkáidat megnézheti képeken, egyébként nagyon szép munkáid vannak, egy-kettőt már láttam. Szépen. De amikor bemennek hozzád, akkor ugyanúgy számít az is, hogy te milyen kisugárzásod szerintem van. Szerintem nagyon fontos, hogy az ember megértésre találjon, bizalomra, és én is törekszem arra, hogy nem feltétlen magamnak készítem ezeket a munkákat, hanem természetesen a nevemet adom hozzá, és egy minőséget igyekszem produkálni, de elsősorban a vendég és az ő ötlete a fontos, hogy olyan legyen, amilyet ő szeretne, ami a számára az önkifejezés eszközévé válhat, és nagyon fontos az a jó pár óra, amit eltölt a vendég az üzletben, tehát hogy milyen szájízzel távozik. Most legutóbb egy kedves vendégem azt mondta, hogy nem érezte jól magát a tetoválónál, mert nem tudott beszélgetni, tehát mindig rászólt, hogy ne beszélgessen, mert őt zavarja.
tény és való, hogy én is szeretek koncentrálni, de azt hiszem, hogy nagyon fontos a feszültségoldás is idővel, hogy a fájdalmat hogyan vezeti le az illető, hogy segítsünk ebben. Ez szakmailag, ez is hozzátartozik a tetováláshoz, hogy emberileg én mit kommunikálok a vendégem felé, vagy hogyan segítek neki ez alatt a pár óra alatt átvészelni ezt a fájdalmat is, amivel együtt jár, illetve hogy utána is kapcsolatban maradunk, bármikor kereshet bármilyen kérdéssel, és általában visszatalálnak, visszajönnek, és hálásak. Ez a tapasztalatom. Említed a fájdalmat. Melyik azok a területek az emberi testen, ahol borzasztóan fáj a tetoválás? Elég kellemetlen mindenhol. Ugye egy felületi égési sérülést okoz a tetoválás, és ugyanúgy is gyógyul, mint egy napégés, csak kicsit komolyabb. Hogy hol fáj a legjobban? Ugye, ahol érzékeny a bőr és vékonyabb, vagy ahol a csontot ér a tű, ott elég kellemetlen. Általában kedvelt hely a borda csúcs fiataloknál, főleg lányoknál, de ez az egyik legkellemetlenebb. Ez itt oldalt. Igen, igen. Én ezt fájdalmasnak gondolom. Elég fájdalmas. Lábfej, ujjak, kéz. Ugye az ujjakon nem javasolt tetoválás, mert más a bőr szerkezete, sokkal szarúsabb a bőr, és kikopik, kijön a festék, tehát annak is megvannak a helyei, hogy hova érdemes rakatni tetoválást, de ha például talpra, vagy megvan a talpnak is az a vonala, hogy honnantól kezdődik ez a szarú réteg, vagy hol van ez az érzékeny bőr réteg, és ahonnan kikopik, ott ugye én is elmondom, hogy nem tudok garanciát vállalni, tehát minőségi munkát készíteni akkor tudok, hogyha hallgat rám, és hagyja magát olyan szinten befolyásolni, hogy javasoljak neki egy olyan területet, ahol biztosan benne marad, vagy akár nem olyan fájdalmas, de ha valaki ragaszkodik hozzá, akkor megkapja, amit kér. És a közkedvelt területek az ugye a felkar, gondolom, a hát, a lábszár, ezek, ami úgy többnyire vagy? Ezek a klasszikus helyek, ugye, de anatómiailag, hogyha követi az ember az izomzatnak az áramlását, vagy a csontoknak az irányát, hogy hogyan illeszkednek egymáshoz, akkor a tetoválás is egyenes lesz, és követi az emberi testvonulatát, és akkor nem lesz egy olyan érzés, mintha csak egy pecsétet nyomtak volna oda valahova. Kértelek, hogy hozz be nekünk egy eszközt, amivel dolgozol, és egyből hoztál hármat. Hát én meg nem mondtam volna ezekről, hogyha csak így leteszed, hogy ezek tetováló gépek. Az én emlékeimben, a sorozatban is teljesen más, milyen készülék van a fejemben. Ezek miért néznek ki másabbul, ezek milyen gépek, amiket hoztál? Ezek már a modern kor tetováló gépei, a forgó motoros tetováló gépek. Korábban, hát ugye még mielőtt a tetováló gépeket szabadalmaztatták volna, ugye a törzsi kultúrákban a pontozásos tetoválást használták, amikor is egy hegyes bottal vagy valami eszközzel megsértették a bőrfelületet, és utána festék anyagot kent, különböző növényi kivonatokból kivont festékanyaggal dörzsölték be a bőrfelületet, és úgy maradt benne a festék. Na már most a varrásos tetoválások, ugye egy
alkalommal juttatják be a tintát is a bőrbe, amikor a tű leüt, akkor belekerül a bőrnek a második rétegébe, az írha rétegbe a tetováló festék, és ezek a tetováló festék részecskék nagyobbak, mint a falósejtek, amik eltávolítják a bőr alól az idegen származású anyagot. Ezért is marad benne a bőrben. Már most igen, a régen még, ami ismerté vált, a forgómotoros tetováló gépek, ezeknek volt ilyen nagy hangja. Ebből többet kellett használni, tehát akár hány tűt használt fel az ember, a tetováláshoz annyi gépet kellett egyszerre befűzni, és a gépeket... Különböző méretű tűk vannak? Vagy hogy... Különböző féle fajtájú tűk vannak, úgy kell elképzelni, mint az ecseteket, amiket használunk a festéshez. Tehát itt is léteznek kontúrtűk, ebből is egyestől nem is tudom hány számozású vastagságig, akkor a körsatírok, a körecset gyakorlatilag, ami a kitöltésre szolgál, és akkor a lapos ecset, ezek a magnum tűk, ők két sorban vannak össze, forrasztva, és körkörös mozdulatokkal lehet szintén tölteni, vagy satírozni velük, így szépen kimosni. De ez jobban is fáj, mint hogyha csak egy tűvel, vagy nem érzi embere a... válogatja. Tehát nagyon sok vendégem nem szereti a kontúrtűt, mert érzésre gyakorlatilag, mint hogyha késsel vágnák az ember bőrét. Jaj. Olyan érzés, amikor kontúroznak. Sokan a satírozást kedvelik kevésbé, mert ott először meg kell nyitni a bőrfelületet egy higítottabb festékkel, és többször ugyanazon a felületen át kell menni a tűvel, ahhoz, hogy finom átmeneteket érjünk el a bőrben. Árnyékhoz, meg mindent, mint hogyha egy vászonra festenünk. Így van, csak a tévesztési lehetőség az jóval korlátozottabb. Figyeltem, hogy bolondságot mondok el, de hogy rád gondoltad. Ez nagyon különleges a te szakmád, és tényleg, hogy te mondod, hogy sokat nem téveszthetsz, tehát, hogy nagyon át kell gondolni. Előtte gondolom, hogy felrajzoljátok, vagy milyen az, amikor egy papír meg van rajzolva, az csak a körvonalakat adjátok meg a bőrön, és vagy az mi az, amikor így felrajzoljátok? Van, amikor szabad kézzel bőrfilctollal rajzoljuk fel a mintát, és az alapján fest gyakorlatilag a tetováló a bőrre. De általánosan készítünk egy sablont, egy bőr indigóval átrajzoljuk, egy speciális folyadékkal ragasztjuk rá ezt a bőr indigót a bőrfelületre, ezt meg lehet ismételni többször is, ha arról van szó, és akkor ezt a sablont tetováljuk át. Élesben, tűvel és festékkel. Van olyan ember, akinek nem javaslott, hogy tetoválást készítsen magának? Tehát, hogy van, aki ettől elesik ettől a lehetőségtől, vagy bárki készíthet magának tetoválást? Hát azt javaslom, hogy jó gondoljuk át, mielőtt tetováltatunk, hogyha megvan az elképzelés, legalább körvonalazódik, hogy mit szeretnénk, akkor utána érdemes egyáltalán elmenni tetoválóhoz és megbeszélni vele, hogy kivitelezhető-e vagy sem. Aki nem biztos magában, nem biztos a gondolataiban, hogy mit is szeretne, az még várjon vele egy kicsit, addig, ameddig meg nem születik az ötlet. Mert sokan megbánják a divat tetoválásokat, például jönnek, hogy 10-15 év elteltével eltakartatják a régi... Ja igen, mert van ilyen is, hogy egy meglévő tetoválást eltakartok, vagy fedőt, vagy hogy... Takarás, igen, cover up. Tehát, hogyha valakinek van egy
Ági, áthúzva alatta Rita, az is áthúzva, már megunta sok, már nem fér több név, akkor azt egy szép motivummal valamivel, amit veled megterveztet, tehát el lehet takartatni ezeket a... Így van, hogyha túl mélyre, túl feketére sikeredett, túl sokszor lett már átütve, akkor elég nehéz azzal a témával valamit kezdeni, de nem lehetetlen. Tehát meg kell mutatni, be kell jönni személyesen, megnézem, és akkor tudok mondani, hogy menthető a dolog, vagy lézeresztetni kell. És egy tetoválás nem is végleges, mindig azt hiszem, hogy ez végleges. Ha jól tudom, akkor bizonyos időközönként, tehát azért fel kell frissíteni a színeket, újra kell benne kicsit élinkíteni. Tehát ezek kopnak ezek a tetoválások, 5-10-15 év alatt kopnak el? A mostani tetováló festékek már sokkal kvalitatív minőségűek, mint amiket mondjuk egy 20-30-40-50 évvel ezelőtt meg lehetett találni. Jóval kevesebb az allergiás reakció is, mert ezeket a festékeket már laboratóriumban tesztelik, és azt kell mondjam, hogy az utókezeléstől is függ azért, hogy mennyire marad szép egy tetoválás. Tehát, hogyha valaki elhanyagolja, akkor megfakul, kivilágosodik, megcsúnyul. De nem jellemző egyébként. Van, amit ki kell javítani idővel, de általában ezek a tetoválások már, amik így az utóbbi 10-15 évben készültek, azok már eléggé jól bent maradnak a bőrben ezek a festékanyagok is, és minőségi munkák lesznek. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, nagyon sokat tudnánk még erről beszélgetni. Gondolom, hogy rengeteg kis bugyra van ennek a szakmának, de majd egy következő alkalommal kicsit jobban belemászunk ebbe. Nagyon örülök, hogy itt vagy Kiskunmajsán, színesített Kiskunmajsának az életét. Sok sikert kívánok neked, és hogyha emiatt a riport miatt sorbanállás lesz az ajtónál, akkor ígérd meg, hogy nekünk kávétéseknek egy ilyen kávétés logót tetováltasz majd ajándékba. Ezzel örömmel. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok neked. Köszönöm szépen.